egy ilyen világjelenség, hogy most lassan elkezdünk a filmekben is nőkről beszélni, és a nők egymás közt beszélnek, nem a férfiakról, hanem esetleg valami másról. Én nagyon szeretem ezt a műfajt, és nagyon szeretem a benne lévő szereplőket, a rendezőt, az összes alkotót tulajdonképpen. Ez egy Magyarországon egy pici szakma, és nagyon-nagyon-nagyon drukkolunk egymásnak. Úgy gondolom, hogy azért az, amit mi csináltunk a Halálkeringővel, az is egy hasonló műfaj volt, úgyhogy ezt már szerintem megelőzte egy másik hasonló film, hogyha lehet egy kicsit hazabeszélnem. Nagyon-nagyon nehéz karakter volt, nagyon messzire kellett lenyúlnom ahhoz, hogy ezt megcsináljam, és nagyon örülök, hogy a rendező Köves Krisztián Károly meglátta bennem sok-sok casting után ezt a karaktert, és nekem színészileg egy óriási lehetőség volt kivetkőzni saját magamból, levágatni a hajam csak ezért a karakterért. Tulajdonképpen, mint egy ilyen hagymahéj, fokozatosan érti meg minél mélyebben ezt a karaktert, aki oly távol áll tőle. Olyan tradíciójú családból jövök, ahol a nők így felveszik a kesztyűt, és megpróbálnak olyan pályán érvényesülni, ezért valószínűleg az én fejemben lévő nőkép az egy emancipált nő. A Magyar Pavilonnak vagyok az arca, és most volt egy nők az Expoért rendezvény, ahol a világ minden részéről nők hozták a nemzeti jeledelüket, és vitték a világ asztalára. Itt én vittem, ugye a lecsót, és csak egy mondatot mondanék ezzel kapcsolatban, hogy ugye mindenhol az asztalra a nők teszik az ételt, ami összefogja a családot. Az egyenjogúságról, vagy az egyenlőtlenség, nemek közötti egyenlőtlenségről szól. Nem ez a baj, tehát, hogy különbséget teszünk, nem kéne, tehát egyenjogúak vagyunk, és lehet bármilyen karriert, meg bárhol lehet teljesíteni, szóval, hogy nem tudom, azt gondolom, hogy ez nyilván nem fog átjönni az embereknek, és ez nagyon gáz, ha nem lesznek erre érzékenyek, mert ez elég erősen dominál ebben a filmben. Szóval érzékenynek kell lenni, tudni kell menni ezekkel a nőkkel. Thank you.